23 ezer hordónyi higanytartalmú katalizátor feket a Balti-tenger fenekén a svédországi Sundsvall partjainál. A mérgező anyag az évtizedekkel ezelőtti vinilklorid gyártás mellékterméke, és az 50-es, illetve a 60-as években halmozták fel a vízben. A veszélyes tartályokat halászok fedezték fel, amikor azok beleakadtak a hálójukba. Egyikük szerint, amikor kihozta hajójával a partra az első tartályt, a környező iparterep dolgozói védőfelszerelésben közelítették meg azt. Egyértelmű volt, hogy a hordóban valami durván mérgező anyag lehet, mondta. Az évtizedek alatt erősen korrodálódott hordók most már közvetlen veszélyt jelentenek a tenger élővilágára, és egyelőre az sem tisztázott, hogy kinek a feladata az eltávolításuk. Dan Bylund, a Közép-Svédországi Egyetem professzora azt mondta, nagy valószínűséggel higanyklorid van a hordókban, ami alapból rendkívül mérgező, ám a természetbe jutva metilhigannyá alakulhat át, ami még veszélyesebb anyag. Mivel a skandináv országban jelenleg érvényben lévő környezetvédelmi törvények még nem léteztek akkor, amikor a szennyezőanyag a vízbe került, és maga a szennyezővállalat sincs már meg, az illetékes bíróság végül 3 utódvállalatot jelölt ki, melyeknek állniuk kell a hordók megtalálásának és kiemelésének költségeit. Az érintett cégek visszautasítják, hogy az ő feladatuk lenne.